Na most, a Leveler az azért egy furcsa jószág pluginbe, mert a Levelernek pont az volt a lényege, hogy felvételnél használod. Igen, tehát nem utólag. Igen. Tehát mixingnél nem nagyon dugdosták az l 2 semmire. Hiszen akkor vannak már sokkal hatékonyabb eszközeid, mert a szalagod ott van a jel, és a legnagyobb jelszint is, amihez be lehet lőni uh -huh. sokkal jobban a kompresszort, amivel másképp más Nem, amire ezt a pluginbe akarom tenni a felvételi. Na most, ugye az van, Zsába. hogy azt például kevesen értik, és ez most egy nagyon jó hely, hogy elmondjam ezt. A digitális hangrögzítésnek ugyanúgy megvannak a határai, mint az analógnak. Tehát az azt jelenti, hogy hiába van egy ad konverternek, mint mondjuk impozáns 120 dB-s viszonya, ami egy Magnum korán se annyi, mert mint egy Magnum jó volt 75. És a lényeg a lényeg, hogy ettől függetlenül az, hogy valamit nagyon halkan veszel fel, vagy valamit nagyon hangosan veszel fel, akkor egyszerűen az a dolog történik, hogy a halkabb jeleknél kevesebb információ áll rendelkezésedre. Most nagyon paraszt nyelven mondom, vagy nagyon konyha nyelven mondom. Tehát igazándiból az van, hogy ha nagyon alul vezérelsz egy, komp, egy, egy konvertert, akkor nem az van, hogy a konverter rosszul szól, hanem mivel ezeket a jeleket később feldolgozni akarod, valószínű durván, ezért nem mindegy, hogy milyen felbontást használsz. Tehát nem mindegy, hogy a 24 biteből kihasználsz 19-et, vagy csak kihasználsz 8-at. Uh -huh. Mert akkor más jellegűek a dolgok. Na most emiatt a levelereknek továbbra is rohadt nagy jelentősége van, de még AD konverter előtt. Na most AD konverter után is van felhasználás, ez Made in Silk. Én egyetlen egy dologra szoktam előszeretettel használni az l t Zongora. Jaj, nem? Hogy, hogy egy. Igen. Tehát amikor beművészkedik izén a rettenetes FV7-es digitális zongorán, és akkor próbálják az élő zongorának a dinamikáját, meg ezeket a különbségeket, ilyen persze az nem olyan, az általában nem jó, tudod? Tehát amikor a velocity így megy össze-vissza, mert nagy művészet van, eh, ott, nagyon, ott, ott nagyon jó eh, tud lenni. De amúgy pluginként sok jelentősége nincs. Rengeteg ember kérdezi azt, hogy az oldalon van a lehetőség, hogy ezt fel tudod dugni real time, Igen, rögtön a belővőre. Az rebe. illesztőre. Ne felejtsd el, hogy akkor is AD konverter után van, hiszen plugin. Ezek a hátrányok ugyanúgy megvannak. Na most viszont a semminél jobb. Mert amint látjátok, például ez a műsor is, amit most beszélünk, ott van rádugva a nem vas kompresszor tulajdonképpen, érte egy pluginből szólunk, Uh, igaz, alul van vezérelve a mikrofon, hallani is, hogy nem teljesen patent a minőség, uh, alul kell vezérelni a konvertet, hiszen néha én kiabálok, felemelem a hangom, stb., tehát simán belelihegek 100 dB-t, úgyhogy uh, úgyhogy ezekre fel kell készülni, de a műsor szempontjából még ez is uh, hasznosabb eredményt ad, hiszen. Mintha nem lenne rajta semmi. Nem lenne rajta semmi. Na, és akkor térünk vissza az... a kérdésemre.